az erdőgazdaságok közötti lövészversenynek több évtizedes hagyománya van. Talán fel lett elevenítve ott a rendszerváltás után. 20 éve van már így is a verseny. Néhány erdőgazdaság tartotta egy ideig egymás között, de most arra kibővült a teljes állami erdőgazdasági vertikumra. Minden erdőgazdaság lehetőleg küld egy csapatot. És FM Kupa, mert mindig is volt egy tulajdonosi joggyakorló kupa, a harmadik alkalommal van, mióta az FM gyakorolja tulajdonosi jogot az erdőgazdaságok felett. Ez egy állomás csak egyébként az éves teljes versenyből, bajnokságból, és most nem is az utolsó. Tavaly előtt ez volt az utolsó, most még lesz további állomás, több is. Több helyszín adódik, ez az egyik ilyen, és az idén ide esett az a FM Kupa, amit egyébként a Mecsekerdő ZRT valósít meg és szervez meg, lévén neki van tapasztalata és emberanyaga arra, akik a szakembereink, akik meg tudják szervezni ezt a kupát. Mi kedvtelésből veszünk részt, de van az FM-nek egy saját csapata is, akik remélem jobban lőnek, mint mi. Ők az államtitkárságnak az alkalmazottai, főként a tájegységi fővadászi keretből kerülnek ki. Remélem be tudják mutatni ügyességüket. Az erdőgazdasági csapatok is egyfajta összetartást tudnak ilyenkor, a 4-5-6 ember, aki eljön, ez nekik is jó. Versenyről versenyre járva egy közösséget épít. Illetőleg amikor összejönnek a különböző erdőgazdaságoktól, máshonnan szakmából egymást ismerő kollégák, szintén el tudnak beszélgetni dolgokról, és nem feltétlenül csak a lövészetről, hanem úgy erdészeti vagy erdőgazdálkodási kérdésekről. Hát mindezen szerepe van ennek a bajnokságnak és ennek a kupának.